Kedves ünneplők! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a második adventi gyertya meggyújtása alkalmából. Kérem, fogadják szeretettel a Szent Andrási Dalkör műsorát. Karácsonyi fények. Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertya fényénél még a csillag is táncol. Mikor a fenyő illata megérinti szívünk, ezen az estén kicsit az álmokban is hiszünk. Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni, és másokért a szokottnál is többet tenni. A rohanó világban megkoptak a fények, halványak a hitek, és halványak a remények. Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban, őszintén szeretni, és bízni a jóban. Őrizzük meg a karácsony fényét, s őrizzük a szeretetben való hitünk reményét. Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk, s gyermekek vágyainknak ma határt nem szabhatunk. Újvilág.
Borulj a földre, téli álom, ölelj át minden gyermeket, hogy mindenütt a nagyvilágon örüljenek az emberek, harangok, csengő tiszta hangja, kísérjen minden éneket, csituljon el szíved haragja, várjuk a legszebb ünnepet. Megtiszteltetés számomra, hogy ebben a kedves körben én is helyet kapok hegedűs lelkipásztorként, és végül hadd játsszam el az elmaradhatatlan karácsonyi éneket, csendes éj, szentséges éj. Én nem annyira koncerthegedűs vagyok, mint inkább paphegedűs, és a zenész megnyilvánulásaimat is inkább lelki alkalomnak szánom, és így hadd említsek meg egy gondolatot, ha már ilyen bensőséges és kedves körben vagyunk itt, hogy sokszor akkor értékeljük jobban magunkat, ha egy kicsit kívülről látjuk saját magunkat. És ezzel kapcsolatban egy nagyon személyes régi emlékemet hadd osszam meg, hogy amikor Amerikában a doktori programban tanultam,
és kinn Ohio államban a teológia nagy templomában ünnepeltük a karácsonyt, akkor körbeállították a nemzetközi diákokat, mint ahogy most mi vagyunk, középen ültek ugye az amerikai, közben pedig a nemzetközi diákok, és mindegyik diákcsoport elénekelt a maga nyelvén a csendes éjt. És mi is magyarul elénekeltük, ott hangzott, és aztán továbbment is kínai, meg tajvani, meg latin, meg, vagy latin-amerikai, spanyol, meg mindenféle nyelveken, kenyai, szuahéli nyelveken elhangzott, a végén angolul. És onnan gondoltam az, hogy hol fogom én ezt folytatni majd, ha hazatérek. És ugye álmodoztam a szent földről, Magyarországról is. Most én itt vagyok, és ha nem is énekelem, de eljátszom a csendesét, ha nem is a mester hegedűmön, de egy ilyen terep hegedű, most egy a bizonyára bocsánatos dolog. És sokszor nem értékeljük saját magunkat, csak akkor, hogyha messziről látjuk saját magunkat. Tehát értékeljük azt, ami van. Most íme egy álom válik valóra, mi itthon lehetünk, és nem messziről kell ide gondolnunk. És ugyanúgy egy ilyen külső gondolat jött néhány évvel ezelőtt, amikor Franciaországból egy református presbiter meglátogatott bennünket az év ennek a ezen részében, és egészen magán kívül volt örömében, hogy van még Európában ilyen ország, ahol adventi koszorú gyújtás van, és betlehemesek vannak, és a betlehemeseket nem kell védeni, mert azok érintetlenül szépen megtisztelve ott vannak az országban. Tehát van még ilyen keresztjén ország Magyarországon, hát ne csak Franciaországból csodáljuk magunkat, és örüljünk, hogy van, ami van, hanem mi ennek most élő részesei vagyunk. És ha már így a külső szempontból értékelhetjük még inkább magunkat, akkor a legfontosabb ugye, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, Jézus Krisztust, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És amikor a szeretet ünnepére készülünk, akkor tudjuk azt, hogy elég nagy a nyomás szerte a világban, hogy a fő ünnepeltet felejtsük ki, vagy hagyjuk ki, de mi nem hagyjuk ki, hanem az Úr Jézus Krisztus születését ünnepeljük, mert tudjuk, hogy ő azért jött, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ő mondta, békességet adok nektek, az én békességemet adom. Nem úgy adom, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hát így szeretném most eljátszani az egyik legbékességesebb karácsonyi énekünket, Csendes éj, szentséges éj. Áldott adventet, karácsonyt kívánok én is mindenkinek.
Nagyon szépen köszönjük dr. Dobos Ágostonnak ezt a gyönyörű hegedű játékot, neki perceket okozott nekünk, és köszönjük szépen a Szent Annási Dalkörnek adventi műsorukat. Most pedig úgy látom, hogy itt járt közöttünk a Mikulás, és ha már itt van, akkor szeretném megkérni, hogy gyújtsa meg ő a koszorú második gyertyáját. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt Békés Szent Andráson. El szeretném mondani, hogy én minden évben nagyon sok levelet kapok a Szent Andrási gyerekektől, de idén kaptam egy levelet egy felnőttől is, ugyanis Erika néni a könyvtárból megkért engem arra, hogy jöjjek el és gyújtsam meg a második gyertyalángot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, mindig boldogan jövök ide. Ma már egy kicsit lovaskocsival is körbejártam a falut, és bizony sok szép gyereket láttam, és azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem itt sok szófogadó gyerek van, mert mindenkire azt mondták a szülők, hogy bizony nagyon szófogadó és nagyon jó gyerek. Ezt szeretném kérni tőlük, és azt szeretném mondani, hogy legyen békesség. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, mindenkinek békés, boldog ünnepeket kívánok ebben a hátralévő időben, még adventi időszakban, és fogadjanak el egy forró teját.